Szép jó estét, kívánok mindenkinek, azok, akik itt vannak velünk a Pécsi Művészetek és Irodalomházában, illetve azok, akik az interneten keresztül követnek minket egyaránt. Szeretettel köszöntök mindenkit a Pécsi Tudomány Egyetem nemzetközi évad keretében meghirdetett Afrika Szabad Egyetem előadás sorozatának második előadásán. Taros István vagyok, és a Pécsi Tudomány Egyetem oktatójaként Afrikával foglalkozom. Most már bő húsz éve, számos terepi munka és terepi tapasztalat az, amit folyamatosan gyúrok be a tudományos kimeneteimbe, és az, amit az oktatásba is el tudok hozni a hallgatóimnak. A mai napon is ezt a módszertant fogom követni. Egy igen fajsúlyos és nagyon összetett témakört szeretnék boncolgatni, mondjuk így. Körbejárni biztos nem lehet, mert egyszerűen végeláthatatlan. Viszont annyira fajsúlyos, hogy akkor, amikor meg szeretnénk érteni a mai Afrikát, a mai afrikai kérdéseket, akkor kihagyhatatlan témák ezek, amelyeket látnak az első szlájdon. Terrorizmus, járványok és a biztonság alapvető kérdései Afrikában, ezt a címet adtam a mai előadásnak, és amire szeretnék fókuszálni, az valójában első körben maga a biztonság fogalma, és igazából ennek a fogalomnak a megfelelő használata, egy kitágított keretben, amit humánbiztonságként fogunk hívni, és be fog vezetni majd olyan fogalmakat is, amelyek pontosan a nem elégséges humánbiztonságról szólnak, igazából a bizonytalanságról szólnak, és fogom majd használni merészen a humán bizonytalanság fogalmát is. A legutóbbi alkalommal egyébként az afrikai migráció taglalásakor már előkerült a humán biztonság kérdésköre, és ezek nagyon szorosan összefüggő különösen akkor, amikor a mai témák kapcsán a terrorizmus kerül terítékre, illetve rögtön látják mellette a kalózkodás, a járványok, és általában minden olyan kérdés, amely a humán biztonságot kezdi ki, a humán biztonságot ássa alá. Ezek mind azok a tételek, mind a terrorizmus, a betegségek, valójában azok a fegyveres konfliktusok, amelyek a mindennapokban elérhetők, tetten érhetők, akár Afrika különböző pontjain is, alássák a humán biztonságot. Amikor a biztonság fogalmát meg akarjuk ragadni, akkor azért a, a szakirodalom elsősorban biztonsághoz fogja kötni ennek az értelmezését. A nemzet biztonságának prizmáján keresztül lehet szemlélni, sokan teszik ezt a biztonságot. Látják ezt, és nézik, nézik ezt így, és láttatják aztán Politikusok a nemzetbiztonságán keresztül magát a biztonságot, illetve hát a média ugyanígy állít be különböző kérdéseket. Már a múlt alkalommal is említettem, és most ismét aláhúzom, hogy ez valójában a velünk együtt élő biztonsági És az volt akkor is a, a legutóbb az afrikai migráció kapcsán az egyik üzenet, amit megfogalmaztam, hogy ne, ne essünk a biztonsági csapdájába, különösen ne a nemzetbiztonsági megfontolások csapdájába csupán. Sokkal tágabb értelmezési keretet kell húznunk, hogy megértsük a különböző kérdéseket és összefüggéseket. És itt látják jól, hogy a humán biztonság, amelyik középpontban van, egyértelműen nagyon sok oldalról értelmezhető, táplálkozik, úgymond, és ezek a kis további körök, Mutatják meg ezeket a területeket, ahol értelmet nyerhet a humán biztonság fogalma. A humán biztonság, amire ráirányítja a figyelmet, az az egyén és az egyének közösségei. Öm, maga a társadalom, a társadalom különböző szegmensei, Öm, ahol az egyén képes-e, és felteszi ezt a kérdést, megfelelő személyes biztonságban élni. Képes-e egy gazdasági biztonságot magának tudni? Politikai értelemben biztonságosnak érzi-e, az életét. Környezeti biztonság jellemezheti a mindennapjait. Vagy éppen ezek ellenkezője. Például, amit legutóbb is e beszéltünk már is, amire figyel figyelmünket szentelhetjük az elmúlt hetekben, hónapokban, az éppen az ukrán-orosz válság kapcsán, az élelmezés biztonság megrendülése a nemzetközi rendszer egészét, illetően az élelmiszer és az élelmezés biztonság kérdésköre. Nagyon súlyosan érinti ez a válság, például a tőszomszédságunkban zajló válság, nagyon súlyosan érinti az afrikai területeket is és az ott élőket. És tényleg a, a brit vörös kereszt egyik legutolsó adata szerint nagyjából 150 millió ember Afrika szerte. Pontosan ennek a válságnak is egyébként a következtében, részbeni következtében élelmiszer bizonytalanságban él. Sőt, ezek a közösségek, amelyekről a 150 millió szám mutat egy elég jelentős hát, problémát, ezek eltolódnak valójában a skálán az éhezés irányába, és az éhínség problematikája jelenik meg ismételten afrikai országokban és afrikai területeken. Tehát amivel mi foglalkozunk ma, akár a terrorizmus kapcsán, akár a betegségek, járványok, kapcsán az biztos, hogy a humán biztonság kérdésköre, és az, hogy egy, egy tényleg összetett, holisztikus, egymással nagyon szorosan összefüggő, különböző ö, ö, rendszerekből táplálkozó fogalommal kell majd dolgoznunk. És amikor a múltkor is említettem a migráció kapcsán, hogy a biztonság mennyire fontos, egyértelműen ki tudjuk azt mondani, hogy ott, ahol kevésbé van humán biztonság, több a humán bizonytalanság, ahol igazából humán biztonsági hiány van, az bizony, hozzájárulhat ahhoz, hogy emberek az otthonaikból kitolódnak, úgymond. El kell hagyják otthonaikat, és megpróbálnak életben maradni, megpróbálnak lehetőségeket találni máshol. Ezek között a humán biztonsági tényezők között, tehát látjuk a szegénységet, az erőszakot, az emberi jogok hiányát, és mindazokat, amelyek azokban a kis buborékokban egyébként összegyűjthetőek tételekként. Természetesen, hogyha ezt egy történeti ív mentén szeretnénk még inkább megérteni, akkor biztos, hogy látjuk azt, hogy kialakult a nemzetközi rendszerben, a globális térben egy olyan aszimmetrikusság, amely köszönhető számos történelmi hát, folyamatnak, folyamat együttesnek. És ezek közül, ha Afrikában vizsgálódunk, akkor biztos, hogy az egyik az maga a gyarmatosítás. Nem csak Afrikában lesz ez így, a mai fókuszunk megint csak Afrika, Afrikában biztosan így van. A gyarmatosítás olyan eredményeket hagyott maga után, és olyan eredményeket szült, amelyek egyértelműen Afrika sorsát hosszú időre meghatározták, sőt a mai nap is egyébként a gyarmatosítás örökségével kell szembenéznie nagyon sok területnek. Ezek az eredmények egyébként, ha így lehet mondani, a gyarmatosítás eredményei afrikai oldalról, éppen hogy azt eredményezték, hogy a nemzetközi rendszerben aránytalanságok, egyenlőtlenségek, asszimetriák keletkeztek. És azok a területek, amelyeket valójában a gyarmatosító kiszipolyozott, az afrikai területek sokassága, az ezzel küzd a mai napon is. Függelmi viszonyok közepette találja magát Afrika számos pontja, és valójában a globális egyenlőtlenségek felszámolásával kell, hogy minden nap szembenézzen. Mindezekben fontos tehát elhelyeznünk a humán biztonságot, a bizonytalanságokat, és azokat a kihívásokat, amelyek ténylegesen aztán további problémákat okozhatnak. Ugye még egyszer tehát, ha a bizonytalanságokat szeretnénk összevetni, akkor egyértelműen a hiányhoz kössük ezeket a tételeket, szegénység, erőszak, fegyveres konfliktusok, és általában az úgynevezett gyenge államiság. Ez is egy fontos tétel az afrikai mindennapok megértésében, és részben visszavisz minket a gyarmati időszakhoz, egyébként aztán pedig a gyarmatosítást követő függetlenedett afrikai államok kvázi úgymond posztkoloniális időszakához is, amikor már az új afrikai elitek irányítják ezeknek a területeknek a sorsát, de mindvégig valójában ott van a gyengeség, ott vannak a sérülékenységek, és ezek az államok nagyon sok esetben sérülékenyek. Az azt jelenti, hogy nem tudnak úgy funkcionálni, <coughs> bocsánat, a kormányzataik nem tudnak úgy teljesíteni, az állam maga nem tud úgy teljesíteni, mint ami azt kellene, hogy eredményezze, hogy aztán a társadalom egészére, vagy a társadalom jelentős részére, Humán biztonságot kreáljon. Ezek között a problémák között találjuk azt, amikor az állam maga nem tud mondjuk megfelelően védeni, védelmet biztosítani, határvédelmet biztosítani például. Nem tudja azokat a szolgáltatásokat kínálni, amelyek akár az egészségügy, akár az oktatás területén fontosak a humán biztonság növeléséhez, meglétéhez és növeléséhez. És ezek a gyenge államok ezek szerte ott vannak Afrikában, küzdenek ö, ténylegesen olyan örökölt, hozott és egyébként kialakított problémákkal, amelyek aztán azt fogják eredményezni, hogy például amikor egy komoly mondjuk járvány üti fel a fejét, vagy ténylegesen eszkalálódik egy regionális, regionális eszkalálódik egy fegyveres konfliktus, akkor bizony nem tudja az állam ezeket a funkciókat hozni, nem tudja a védelmet biztosítani ilyen formán. Maga a humán bizonytalanság, tehát abszolút mérhető, tetten érhető a lokalitásokban, és egyértelműen egy olyan transznacionális jelenség, ténylegesen az egész világot behálózó jelenség, amely, amely meghatározza a mindennapok folyását. Az első téma tehát ezenkhez kapcsolódóan a terrorizmus, és a terrorizmus jelenléte, megjelenése jelenléte Afrika szerte. Amiről mi tudunk mindannyian jól a világban, valójában nagyon keves, kevés lehet az az ember, aki nem tud erről, az, hát amit a kép is illusztrál, 2001. szeptember 11-én az amerikai Egyesült Államokban egy sorozatban végrehajtott terrortámadás. Um, itt látunk egy um, fejet is, biztos nem mondanám rá, hogy úri ember, um, de mindenképpen egy olyan szereplő, amelyik fémjelzi, fémjelezte ezt a sorozatot. És nem csupán ezt a sorozatot. A, a sorozat egy, 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 valójában kicsúcsosodása volt egy hosszú ideje építkezésnek. Osama Bin laden látjuk ezen a képen, és nagyon sok köze van a terror megjelenéséhez és jelenlétéhez az afrikai kontinensen is. De egyébként a terror afrikai kontinensből táplálkozó globális jelenlétéhez is természetesen. Globálissá vált a terror, a globális aggodalmak időszakát, világát éljük, és ténylegesen a terror jelenléte, a terror fenyegetettség egyértelműen felvet nagyon-nagyon sok kérdést. Meg mindenképpen a biztonság kérdését, mindenképpen amiről beszéltünk eddig, a sérülékenységeket az államok oldaláról. Egyébként azokat a szervezeteket, amelyek megerősödtek, mi több, nem önmagukban egyenként dolgoznak, hanem egyértelműen egy globális transznacionális hálóban dolgoznak. Tehát ténylegesen azoknak az extrém szervezeteknek, és itt most azt a szót írtam, iszlamista szervezeteknek, sok esetben valóban iszlamista szervezetekről van szó, de az összefoglaló kategóriájuk lehet az extrém, nagyon egyébként mindenféle büntetet elkövető extrém szervezeteknek a kategóriája. És valójában mindezek, amelyek táplálják, mozgatják, fenntartják a globális térben a terrort, minden szereplő részéről, nem csupán egy állam részéről, az összes állami szereplő, és egyébként nem állami szereplő részéről is, az, összefogást, az összefogás sűrűségét fogja igényelni maga senki nem tud szembeszállni ezzel a kérdéskörrel. Ha megpróbálja, rá fog jönni, kizár dolog. Ha többen összefognak, akkor sem fognak tudni valószínűleg, de az biztos, hogy a nemzetközi közösség egészének egy fontos ügyjékel váljon az, hogy a terrort írtsa ki ebből a rendszerből. És valójában miközben azt nézzük, hogy ez jelenség ma a globális térben, aközben Keveset hallottunk az elmúlt időszakban talán arról, hogy ennek bizonyos gyökerei, bizonyos szálai minket és az egész témakört az afrikai kontinenshez kötnek. A globális válás előzményei között tehát találunk számos szálat, amely Afrikához köt. És itt ezeket próbáltam felsorolni. Az egyik mindenképpen egy olyan szervezet, amelyik már az 1920-as évek második felétől, létező szervezet, és számos affiliációval, számos leágazó egységgel, kapcsolattal rendelkezvém, ténylegesen több-több országban, igazából több mint 70 országban, ma már a 21. századra, rendelkezik valamilyen kapcsolattal. Ez a muszlim testvérek, vagy muszlim testvériség nevű szervezet, amelyet 1928-ban alapítottak meg Egyiptomban, és valójában az egyik gócpontjának tartják a, a terrorizmussal foglalkozó szakértők. A másik téma mindenképpen a Szovjetunió-Afganisztáni konfliktusa, amely a hidegháború időszakának egy kitüntetett problematikáját jelentette, és valójában mindenképpen hozzájárult a Szovjetunió felbomlásához. Nem csupán önmagában, hanem egy tételként, egy jelentős tételként. És azt mondják a, a terrorkutatók, hogy valójában Afganisztán szerepe a modern terrorizmus kialakulásában jelentős, hiszen tényleg az, amit akkor eh, nagyon sok országból toborzott, rekrutált eh, mindenféle eh, katonákkal, végrehajtottak egyfajta dzsihádként a szovjetek ellen, az aztán tovább élt, és tovább élt, és valójában a Bin Laden kreált a szervezet, globális szervezet, eh, hát, eh, ha lehet így mondani, öregdiák hálózatát jelentette. Tehát valójában a terror alumni az Afganisztánhoz kötődik jelentősen. És mindezekhez kapcsolódik egy olyan ideológia, amely, amelyet Bin Laden épített fel, amelyel párhuzamosan pedig egy hálózat került kiépítésre, és itt is látjuk már, hogy az afrikai kontinens jelentős lesz. Ugye említettem a muszlim testvériséget, látjuk Hassan Albánát, aki az alapítója ennek a szervezetnek, és mindennél a szervezetnél, mind később látjuk majd azoknál a szervezeteknél is, amelyek mondjuk az 1990-es évek, de inkább a 21. század első éveiben jöttek jönnek létre, nagyjából hasonló a, a gondolat. Még pedig az, hogy az akkora, tehát az 1920-as évek második fele vége, illetve akár az évszázad vége fele, ismételten tetőződő, megerősödő, felerősödő, nyugati befolyás ellen mondjon valamit, azzal szemben mondjon valamit. Arra reflektálva, alternatívaként mondjon valamit, és itt kimondottan az egyiptomi válasz a kezdetektől az egyiptomi válasz megfogalmazására serkentsen. Mindenképpen egy iszlám megoldást helyez előtérbe a testvériség, és pont követhető az útvonal, az első olyan iszlamista szervezet lesz, amely aztán példát fog mutatni más hasonló szervezeteknek is. Későbbi tényleg extrém szervezetek számára. Ahogy említettem, tehát egy kiterjedt hálózat alakul ki a 21. századra, látják jól, több mint 70 országban kvázi fiók szervezetek, egyértelmű a franchise ilyen szempontból, ténylegesen ott vannak ezek a terrorszervezetek és magok. És 2001 az, ami beégett szerintem az egész globális társadalom tudatába, látjuk jól, magunk elő, elő, elő tudjuk hozni ezeket a képeket, én is ezzel kezdtem ugye a felvezetést, de nem biztos, hogy tudunk arról, hogy kvázi főpróbákként ott voltak azok az első nagy robbantások Afrikában, amelyek amerikai célpontokra fókuszáltak, és ezek az első merényletek megadták a löketet, megadták a tapasztalatot, a lehetőséget, billendenéknek arra, hogy felépítsék aztán a következő még nagyobb és még globálisabb jelentőségű merényleteket. Az első afrikai merényletek 1998-ban következtek be, mégpedig két fővárosban, két kelet-afrikai fővárosban, Kenya és az akkori Tanzán főváros eh, kerültek célpontba, Nairobi és Dar es Salaam. Azóta egyébként Dar es Salaam megmaradt Tanzániának a szívcentrumaként, ugye az indiai óceán partvidékén, a parton található ez a, ez a többmilliós nagyváros. <kül> Ma már nem ez a hivatalos főváros, a hivatalos politikai adminisztrációs központ, de még mindig a kereskedelemnek, a gazdaságnak abszolút a szívcentruma, és ekkor még a főváros funkciót is betöltötte. Az Amerikai Egyesült Államok nagykövetségeit robbantották fel, Bin Ladenék, és már ekkorra egyébként a térségben kialakított a szervezet egy kvázi koncentrált jelenlétet, amelyet Fazul Abdullah Mohamed vezetett nevezhetjük őt talán az al kelet-afrikai vezérének. Ők tervelték ki ezeket a merényleteket, és látják jól, hogy, hogy óriási pusztítást végeztek. Nagyon sokan megsérültek, és tényleg nagyon sokan elhunytak a merényletekben. Egyértelműen Amerika volt a célpont. Egyértelműen amerikai célpontokra irányult a két támadás, amely aztán később megalapozta a 2001-es tényleg globális média figyelmet kapott támadásokat. Itt azért a globális média figyelmet szeretném kiemelni két oldalról. Egyfelől a terroristát mindig az érdekli, hogy hol van a közelben CNN TV torony, vagy tudósító eh, kocsi, vagy egy BBC központ, <coughs> vagy egy komoly média outlet, mert azonnal be akar kerülni a hírekbe. Az emberekben bent akarja tartani a rémületet, és a képek egyértelműen ezt fogják szolgálni. Nem mondom, hogy nincs esély annak, hogy bárhol a világban bekövetkezzen merénylet, pláne ilyen volumenű merénylet, de nagyon nagy eséllyel következik be olyan helyeken, ahol a globális média azonnal tud közvetítést kínálni. Ez az egyik. A másik pedig, azért nyomtam meg a mondat második felét, a globális média figyelmet kapott 2001-es események, mert ez az 1998-as két robbantás, ez úgy ideig-óráig felkeltette a figyelmét a nemzetközi közösségnek. Ideig óráig. Hát Afrikában történtek, tehát menjünk tovább. Sőt, azóta is történtek Afrikában súlyos terrorcselekmények, versus mondjuk a nagy európai fővárosokban bekövetkezett terrortámadásokkal, és hát sokkal-sokkal kevesebbet tudunk ezekről, pedig ugyanolyan halálosak, sőt durvábbak akár halálos számokat tekintve, és természetesen ugyanarról szólnak. De valahogy a, a média érzékenység, határába nem nagyon tudnak behatolni ezek a kérdések, még mindig. És hát mennyire pusztító volt, ez egy elég jelentős képkocka pár, pontosan azt mutatja, hogy fölrobbant az egész környék konkrétan. Azért jelentős ez a két robbantás továbbá, mert az amerikai Egyesült Államok kormányzata ezt megelőzően, és ezt később nyilatkozták is, ezt megelőzően ö, nem szentelt akkora figyelmet arra, annak, hogy hova telepítse a nagykövetségét, a nagykövetségi épületét. Innentől azonban nagyon szigorú biztonsági protokollt vezet be az Egyesült Államok az összes missziós épületre, illetve például ebben a két fővárosban, a két országban az újraépített, újonnan megépített épületek már olyan Környezetbe kell, hogy elhelyezésre kerüljenek, ahol látjuk jól, nincsenek lakóépületek, nincs ennyire sűrű, mondjuk belvárosi közeg, és sokkal jobban felügyelhető, sokkal jobban kontrollálható, és nagyon szigorú beléptetési protokollal érhető el. Felhívta tehát a figyelmet arra, hogy a biztonság foka ilyen értelemben nem volt elégséges mondjuk ezeknek az objektumoknak és az ott dolgozóknak, illetve a környék egészének a védelmét illetve. Innentől az egyik következménye ezeknek az eseményeknek az, hogy valójában és azóta is az afrikai kontinens egésze is permanens részévé vált a globális terrorfenyegetettségnek. És egy kutatóközpont által közzétett 2012-ben megrajzolt térkép nagyon jól mutatja azt, hogy valójában egy úgynevezett instabilitási ívet húzhatunk meg most már végig az afrikai kontinensen. És ha megnézzük, ez az ív kezdődhet, kezdődik az Afrika szarva régióban, Szomáliához kötődően, végig vonul egyébként a Szaharán, a Száhelővezeten, valójában az egész Magrebb térséget érinti, és eljut egészen a nyugat-afrikai területekre. Ami az izgalmas ebben az az, hogy egyébként ez az ív, további évekkel egészül ki, például kelet irányába, Afganisztán, Pakisztán irányába, egyértelműen az alkaida kapcsolatoknak köszönhetően, tehát rögvest interkontinentális problematikára utal, illetve, és erről is fogok ma szólni, egyértelműen a karibi térség és az amerikai térségek irányába is egy nagyon fontos ívvel húzható tovább. Tehát ténylegesen egy globális mértékű probléma halmazt fog felfogni igazából ez az instabilitás ív. Egy ív mentén számos-számos instabilitást fogunk tudni egymáshoz rendelni. Ebből az egyik, talán izgalmas dolog, és lehet, hogy erről sem hallottak annyit, az valójában a karibi térség, illetve a latin-amerikai térségekből kiáramló kábítószer, és annak az útja. Ö, elsősorban a kokain csempészetről beszélünk, és a kábítószer csempészet kapcsán, a kábítószer kereskedelem kapcsán, értelemszerűen illegális cselekmények kapcsán, nagyon felemelkedett értékét tekintve, pontosan az instabilitás ívnek ezen végpontjánál valójában ez a nyugat-afrikai terület. Fogok majd mutatni további térképeket, ahol látunk egyes országokat, így például Bissau-Ginát, amelyik az egyik legfontosabb elosztó, központá, elosztó pontá vált. És az általunk most már hosszú évek óta publikált Afrika tanulmányok folyóiratban évekkel ezelőtt két jeles kollégánk, Suha György és Gulyás Gáspár már foglalkozott ezzel a kérdéssel, pontosan azért, mert akkoriban egyre inkább erősödött ennek az új útvonalnak a jelentősége. Egyébként három útvonal az, amik leginkább a kokain szállítást mondjuk így a világban menedzseli. A három útvonalat itt látják, az északi út, a központi út, úgymond, és az afrikai út. Az északi út talán a legrövidebb igazából, ez a karib szigetvilágból, Azori szigeteken át Spanyolországba, Portugáliába irányul, a központi út Dél-Amerikából, Zöldfoki köztársaság iránya, egyébként Madeira, Kanári szegetek és úgy a térség, és az afrikai út pedig Abszolút a nyugat-afrikai területek felértékelődésére utal, egyértelműen nyugat-afrikai országoknak ad egy geostratégia, jelentőséget ilyen formán. És természetesen az elosztási csatornák mind légi, mind pedig tengeri szállítási útvonalakról szólnak. Kinagyítva a térkép, Nyugat-Afrikára vonatkoztatva három nagy elosztó központ alakult ki az elmúlt időszakban a nyugat-afrikai térségben, és látjuk azt, hogy milyen irányítottsága van egyértelműen Európa irányába ennek, a, ennek a, a, az illegális tevékenységnek. A következő kép még mindig ezt mutatja, de már arról is szól, hogy valójában azokkal a az extrém szervezetekkel is összefüggésbe kerül az egész téma, amelyekről eddig szóltunk már, amelyek a terrorban érintettek és érdekeltek. Ugyanis gondoljunk bele, miből finanszírozódik a terror szervezet? Nagyon-nagyon sok kérdést vett fel ez az alapkérdés. Honnan van egyáltalán bevétel egy terror szervezetnek? Milyen formában tudja finanszírozni a tevékenységét, ezeket az eseményeket? Hát az egyik az például ez a fajta illegális tevékenység, illegális cselekmény, például a kábítószer csempészet. A kábítószer csempészetből beérkező mindenféle bevételek. De ugyanígy itt van az embercsempészet, ugyanígy itt van a fegyvercsempészet, és minden egyéb egymásra rakódó, egymásba fonódó illegalitás, amelybe, hogyha bele akarunk nyúlni egy ponton, akkor az édeskevés marad, mert annyira összefügg minden mindennel, hogy nem fogjuk tudni megoldani az ügyet, nem fogjuk tudni megérteni sem az ügyet valójában. Számos esetben tehát ott vannak a háttérben a terrorszervezetek, például ezen csempész tevékenységeknél is. És akkor, amikor majd a kalózkodást is behozom már a, a képbe, akkor végképp meg fogjuk érteni, hogy mennyire összefüggenek öm, okokozati viszonyban ezek, a, ezek az ügyek. Tehát itt vannak a terrorszervezetek rögtön mindezek hátterében is, és látjuk azt, hogy mondjuk néhány évvel ezelőttig, a 21. század első két évtizedét, ha nézzük, akkor egyértelműen azok a térségek, amelyekre eddig fókuszáltunk, tehát a szubszarai afrikai térségek, illetve az úgynevezett MENA régió, amely egyértelműen az észak-afrikai és az öböl térségeket foglalja magába, torony magasan vezetik sajnálatos módon a makrorégiók közötti versenyt a mindenféle támadások és halálos számok tekintetében, elhalázások tekintetében. És ebben a térségben ott vannak azok az extrém szervezetek, amelyekről eddig már beszéltünk. Néhányat egyébként ez a térkép kiemel a különböző országokhoz kapcsolódóan. Mi nem fogunk ezekkel mindannyiukkal foglalkozni, néhányat szeretnék megemlíteni ha már az évet meghúztuk ebbe az irányba, akkor kezdjük innen. Szomália és az al vagy az shabaab nevű szervezet, az ifjúság névre keresztelt szervezet, egyértelműen már az iszlám állam egyik hát, lekötelezettje, illetve az iszlám államnak is esküt tett egyébként szervezet. Ugyanígy, ahogy egyébként haladunk az ív mentén, eljutunk Nigériába, ott találjuk a Boko Haram nevű szervezetet, amely szintén egy 2015-ös hát, fejlesztést, ha lehet így mondani, követően és egy kvázi szétválást követően már valójában az iszlám állam nyugat-afrikai protektorátusa névre hallgat. Minden mindennel összefüggés és összekapcsolódik, és ténylegesen látjuk azt, hogy például az al qaeda egy nagyon jelentős szereplő marad önmagában is egyébként a térségben, mert például Algériában és egyébként ebben az övezetben az, a Magreb térség al qaeda viszi tovább ezeket a terror szálakat és cselekményeket. Ez az Akim névre hallgató szervezet. Ráadásul mindegyiknek érdeke tehát egyrészt a médiafigyelem, a terror fenntartása, a félelem fenntartása, másrészt a bevételek generálása, amelyekhez értemszerűen mindenféle Stratégiai célpontokat határoznak meg maguknak. És így történt ez például Algériában 2013-ban, amikor egy nagyon jelentős nemzetstratégiai területet foglaltak el, egy olyan földgáz kitermelő helyet, amelyet aztán ténylegesen illegális módon tudtak kitermelni, vagy folytatni az ottani kitermelést és értékesítést. Hallhattunk ebben az időszakban különösen további eseményekről, talán egy-két napig, vagy nem is tudom mondjuk itt, ugye, itt vagyunk a, a térségben, visszaugorunk egy pillanatra Kelet-Afrikába, ismét Kenyába és Nairobiba, lehet, hogy hallottunk erről, a Westgate bevásárlóközpont elleni támadásra utalok itt, 2013. szeptemberében, és tényleg bejárta egyébként a világot mindenféle egészen elborzasztó képsorok sokasága, Um, és az, hogy ez az egész hogyan lett megtervezve, és aztán meghallhattunk arról, hogy egyszer csak megjelent a fehér özvegy. Ugyanis a hölgy um, egy uh, brit hölgy volt, és aztán konvertálódott, um, aztán lett belőle egy extrém uh, iszlamista, harcos, és valójában az egyik kitervelője ennek a merényletnek. A fehér özvegy az egyik legkeresettebb, uh, hát terror szereplő volt a világban ekkoriban. És nem csupán arról beszélünk, hogy Algériában egy stratégiai gázkitermelő helyet elfoglalnak a terroristák, tehát algériai ügyről van szó, vagy újból egy Nairobi-ban történt terrortámadást, illetően egy kenyai ügyről van szó, egyáltalán nem erről beszélünk, arról beszélünk, hogy terjed a terror a térségekben, és egyértelműen regionálissá válik a terror jelenléte. Különösen akkor, amikor az Al-Shabaab ellen azt mondta, környező országok sokasága, hogy segíteni fognak Szomáliának az Álsababot visszaszorítani, eltüntetni a földszínéről, ha lehet, nem fog összejönni, de a visszaszorítás ekkoriban sikerült. Bekapcsolódott például Kenya a hadműveletekbe, bekapcsolódott Etiópia például a hadműveletekbe. Rögtön jelezték az Álsababtól, jó van, ö, rendben, bekapcsoltatok? Oké, okay, akkor lesz még nálatok több robbantás, még más helyszíneken is, úgyhogy figyeljetek csak és ez be is következett egyébként más helyszíneken, illetve még nyugatabbra egyébként Uganda fővárosában, Kampalában is bekövetkezett egy-egy ilyen esemény. A háttérben pedig, amikor megpróbálták felfejteni a kapcsolati hálót, akkor rögtön elkezdtek kapcsolati tőkéket találni, és összekötetéseket találni, például a diaszpórában. Itt egy térkép azt mutatja, hogy a szomáli diaszpórának az akkori kiteredettsége mondjuk Európában milyen volt, Um, és, és tényleg alá szeretném azt húzni, hogy extrém esetekről beszélünk. Extrém személyekről beszélünk, extrém ideológiákról beszélünk, és biztos, hogy nem szeretnék általánosítani a diaszpórára. De a diaszpóra megléte, jelenléte, kapcsolati hálója, tőkéje világos módon lehetőséget kínál ezeknek a szervezeteknek is, hogy rekrutáljanak ö, esetleges újabb katonákat szerezzenek támogatásokat, pénzügyi támogatásokat, tőkét és egyebeket, és valóban az álsabában ugyanígy egy támogatottsági háttér országa az bizonyos szomáli diaszpora közösségekben megtalálható. Nem csupán Európában, ugyanúgy az Egyesült Államokban, sőt, sok esetben fiatal diaszporában élő szomálik csatlakoztak, csatlakoznak egyébként ezekhez a szervezetekhez. Visszaugrunk Nyugat Afrikába. Nigériába, és itt pedig megemlítjük a Boko Haram szervezetét, amelyre már utaltam. Valójában az egyik fő bevételi forrásuk és a fő attrakciójuk az elmúlt időszakban, 2013 óta különösen, tehát az elmúlt tíz évben, nagyjából az az, hogy iskolás gyerekeket rabolnak el elsősorban lányokat, illetve a tanáraikat legyilkolják. Látjuk itt a számokat egészen elborzasztó számokról beszélünk, és itt látunk egy olyan képet, amikor valójában hát azt akarják megmutatni a világnak, hogy ezek a lányok élnek, sőt jól is vannak, és nem akarnak hazamenni. Hozzáteszem, hogy akkor amikor például, hát fel Kínálódik egy-egy alkalommal, mert olyan háttértárgyalások azt eredményezik, hogy a lányok közül kiszabadulhatnak, többen hazatérhetnek, akkor azért több kérdés merül fel. Egyfelől az, hogy addigra már ezek a lányok ö, több gyermekkel rendelkeznek, ö, a feleségeik igazából a dzsihadista a katonáknak, ö, tehát ott van valójában a családjuk. Ö, Akár Stockholm-szindrómát is említhetnék, egyértelműen valahogy a, 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 a tortúrába húzott személy vonalán kötődések is kialakulnak, és számos egyéb kvázi agymosás eredményeképpen fogják azt mondani, hogy ők ott maradnak, ahol, ahol vannak. Mi több, hogyha esetleg arra sor kerül, hogy ők ebből a közösségből kiszakadhatnak és hazatérhetnek, akkor annak pedig az a veszélye, a, ott, ott, ott lesz annak a veszélye, hogy bizony stigmatizálódnak. A közösségeikben. Tehát a befogadottsága a visszatérőknek az, az, az nagyon problematikus lesz. Öm, nagyon szomorú és nagyon, nagyon öm, ö, ténylegesen mély, mély történetek ezek, azt gondolom, amelyeket egy kicsit még tovább szeretnék tolni. Pontosan említett öm, vizekre fogunk evezni. Öm, reményem szerint nem azokra a vizekre, ahol ezek a srácok tevékenykednek, mert akkor az nekünk nem lenne jó. De az biztos, hogy számos afrikai vizen, ott találhatók a kalózok, és a kalózkodás is egy fontos humán bizonytalansági faktor. Egyrészt a gyökerét érdemes megnézni, sok esetben másrészt a következményeit. Ez a térkép azt mutatja, hogy azért a világban számos ponton bekövetkezett különböző típusú kalóz tevékenység, és ami igazából, ez mondjuk egy nagyjából néhány évvel ezelőtti, azért a sűrűsödések között látjuk ezt a két térséget, ezt ki fogom majd emelni. Egyrészt az ádeni öbörről van szó, másrészt a gínai öbörről, az Afrika szarva térségéről, illetve a nyugat-afrikai partok mentén ö, található vizekről. És egyértelműen látszik ezen az ábrán az, hogy a nyugat-afrikai terület, sötét jelzett nyugat-afrikai térség egyértelműen az első számú ö, kvázi hotspottá változott a kalózkodás tekintetében az elmúlt időszakban. Két régiót emelünk tehát ki, ezt a kelet-afrikai térséget, illetve ezt a nyugat-afrikai térséget. Mindenképpen mindkét irányban, mindkét partok mentén valójában látunk egy csomó sérülékeny államot, bukott államot akár. Egyértelműen Szomália egy ilyen. Sok esetben ténylegesen bukott államnak tekinthető, de mindenképpen nagyon sok állami sérülékenységgel jellemezhető, ezekre már utaltunk. Illetve egyértelműen ott vannak azok a vagy voltak azok a vizek, amelyek mindenféle halakban igen gazdagok, és gazdagok voltak. Üm, aztán ennek a hátterét is érdemes egy kicsit megkapirgálnunk, ugyanis mi történik? Most akkor már nincsenek ott halak? Sokkal kevesebb van, mint ami lehetne, hogyha nem halázták volna őket le. Üm, nagyon sok esetben azt látjuk, hogy nemzetközi szereplők, üm, értemszerűen illegális módon, túlhalázták az elmúlt években ezeket a vizeket. És azok a személyek, akik ezekben a nagyon ö, sérülékeny államokban, jelesül mondjuk Szomáliában, kizárólag egy tevékenységből tudták ellátni a családjaikat, a halászatból, amikor ez bekövetkezett, nem tártak semmiféle egyéb bevételi ö, tevékenységet, amiből életben maradhattak volna. Kényszerből, nagyon sokan kényszerből álltak be kalózkodni. Ez nem menti fel őket, de egy biztos, ráirányítja a figyelmet arra, hogy mi volt ennek a hátterében. És a hátterében az volt, világos módon lelettek halászva ezek a vizek. Az ott élők elől is. És akkor, amikor azt ők nézni, hogy egyébként itt most időszakosan, ezen partok mentén csökkent az elmúlt tíz évben a kalóz tevékenységek száma, a kalóz támadások száma, és itt mondjuk emelkedett, akkor azt is látjuk, hogy megint csak egy nemzetközi beavatkozás eredménye ez. Egy nemzetközi összefogás eredménye. A nemzetközi közösség különböző szereplői értemszerűen szeretnék biztonságban tudni a tengeri szállítmányaikat. A Szuezi csatorna irányába, a térség és egyebek. Ez egy nagyon jelentős tengeri szállítmányozási útvonal. Pontosan az Ádeni öblön keresztül egyébként, ténylegesen a Szuezi csatorna irányába. Um, nagyon sok lehetőség kínálkozott a kalózoknak arra, hogy megtámadjanak különböző kereskedelmi hajókat. Egyébként ténylegesen aztán váltságdíj reményében és fejében engedjék el a legénységet, a hajót, magát, egyebek. A nemzetközi szereplőknek tehát érdekük az, hogy biztonságosá tegyék ezt az út útvonal szakaszt és útvonal szakaszokat ismételten. Tehát furcsa a helyzet, hát hiszen sokan ők okozták ezt a problémát, aztán meg ők teszik most rendbe a saját érdeküknek megfelelően. Kevesebb mostanában tehát az elmúlt tíz évben itt a kalóztámadások száma, ebben, az, ebben a térségben viszont felerősödött, és valószínűleg ez egy ilyen fluktuáció időszakosan, mert most már lehet megint hallani, hogy megint egy kicsit aktívabbak a kalózok, akik egyébként értelmes be vannak kötve a különböző egyéb extrém szervezeti hálóba, és be vannak kötve további korrupt és egyéb illegális cselekmény sorokba az biztos, hogy mindezek mögött látunk nagyon, nagyon összefonódó, egymásra épülő problematikákat, amelyekben például jelen van az is, hogy ezek a területek nem csak a vizek ilyen formán, hanem az ott lévő országok ásványi kincsekben, ásványkincsekben rendkívül gazdagok, és ténylegesen a kitermelésük az illegális cselekményeken keresztül még több bevételt hozhat ilyen szempontból. Az afrikai kontinensen nagyon markánsan alakulnak regionális együttműködések. A regionális integráció az egyik legfontosabb kérdéskör hosszú évtizedek óta már afrikai államoknak, és a regionális integrációkat, legyen az mondjuk ténylegesen egy vámuniónak a létrehozása első körben, közös piac, aztán Később, és ténylegesen az egész kontinensre kihúzható politikai-gazdasági együttműködési keret, amelyet az Afrikai Unió fémjelez, valójában kívánja azt, követeli azt, hogy az afrikaiak maguk válaszokat adjanak ezekre a problémákra. Üm, tehát persze nemzetközi összefogással szorítódjon vissza a például az Ádeni de valójában az afrikai kapacitások is erősödjenek, legyenek meg, épüljenek fel, annak érdekében, hogy saját maguk afrikai ö, ö, politikák mentén tudják ezeket az ügyeket kezelni és orvosolni. Az Afrikai Unió válaszát mutatnám, ez egy angol szöveg lesz, mert kiemeltem abból a az hivatalos dokumentumból, amelyet közzétett az Afrikai Unió. Itt a célról van szó, hogy 2050-ig valójában meg akarja valósítani az Afrikai Unió a keres, tehát igazából a tengeri biztonságát az egész kontinensnek, tehát a kontinens körüli vizek biztonságára fókuszál a stratégiája, és ténylegesen bizton, biztonságossá akarja tenni tehát a különböző kereskedelmi útvonalakat, illetve visszaszorítani mindazokat a, 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 a bűncselekményeket valójában, amelyek köthetők az, az eddig elmondottakhoz. Mindezeket a problémákat és bizonytalanságokat, biztonsági kihívásokat fogja tetézni az irodalomban is, kvázi új biztonsági kihívásokként emlegetett kiberbűnözés. Mert hogy jelentős mértéket ölt ma már Afrika szerte, mindezekhez képest a kiberbűnözés, ami az egész afrikai kontinensre vetítve ezen hát adatsor szerint milliárd dollárnyi nagyságrendet jelent. Bukást valójában a különböző szereplőknek, tényleg állami szinten, illetve nem állami szinten, a biznisz szektorban, az üzleti szektorban létezőknek, illetve az egyéneknek. Egy óriási kérdéskör, amelyel hát, ismerkedik Afrika, és ténylegesen olyan mechanizmusokat próbál megvalósítani, amelyek ezt megpróbálják visszaszorítani. Ténylegesen kitágult a nemzetközi tér. Addig, amíg mondjuk egy évszázaddal ezelőtt három fő területe volt valójában ezeknek a geostratégiai, geopolitikai eseményeknek, történéseknek, tehát ténylegesen a vizekhez kapcsolódott, a szárazföldhöz kapcsolódott és a légtérhez kapcsolódtak ezek a stratégiák, egyértelműen látjuk ma már azt, hogy az űr ténylegesen illetve a kibertér az, amiben ezek a tevékenységek még inkább tetten érhetők, és ezeknek az összefüggésrendszere fogja leginkább ezeket a bizonytalanságokat kirajzolni számunkra. Amelyeket tovább tudunk tetézni, amikor erre a képre tekintünk rá, és valójában szeretnék néhány szót szólni a betegségek járványok kérdéskörét illetően, illetve a COVID-19-es pandémiát, illetően. Ha megnézzük azt, hogy Afrika szerte, melyik a leghalálosabb betegség valójában, akkor biztos önök, hogyha egy ilyen kvízkérdést kapnak, fel tudnak sorolni ezek közül sokat. Az egyik valójában az ebola lesz, a hív, éc, dengiláz, maláriára biztos utalni fognak. És számos olyan betegség, amelyeknek a számossága elképesztő Afrika szerte. Um, valójában néhányat ezek közül mutatnék csak meg, és aztán megmutatok egy esetet. Az elmúlt uh, két év során figyelem uh, kimondottan Tanzániának a politikai kommunikációját a pandémia kezelése tekintetében. Hát fel kellett figyelnünk Tanzániára, mert uh, valójában a legvírus tagadóbb országa volt a Földnek, ha minden igaz, uh, de biztos, hogy a vezetői voltak leginkább, sőt, a volt elnök volt leginkább, úgyhogy ezt majd meg fog mutatni kvázi egy esettanulmányként. A második legtöbb halált okozó betegség a hívéc, és itt a térkép azt mutatja, hogy valójában az adott országban az adott ország populációját, illetően a 15 és 49 éves kategóriára, ha fókuszálunk, akkor mekkora százalékban fordul elő a fertőzöttség és látjuk jól, hogy Afrika szerte a leginkább érintett és legsősorosabban érintett területek Kelet-Afrika és a Dél-Afrikai nagy makrorégió. Ez a mai napig egy, egy fontos és súlyos kérdés az afrikai kormányzatok számára és a régiónás együttműködések számára, de látható egyébként az a tendencia, amely például a fertőzések számának csökkenését mutatja az elmúlt időszakban. Viszont még és ezt mindenki aláhúzza, még mindig nem elég kiterjedt, még mindig nem elégségesen kiterjedt, és felépített, megerősített mindezen ügyeknek az afrikai adminisztrációja, illetve egy megelőzési, kezelési hálózat. Az egyik legsúlyosabb kérdés Afrika szerte, az az, hogy van-e ténylegesen egészségügyi kapacitás infrastruktúrában, felkészültségben, és egyébként tényleg felkészült szakemberek számosságában. Ez utóbbihoz kötődik egyébként egy olyan kérdéskör, amely megint csak rávilágítja a figyelmet arra, hogy hogy ténylegesen a jobban képzettek, azok otthon maradnak-e, vagy elvándorolnak. Sok esetben látható az, hogy az elvándorlásra adják a fejüket, és például ilyen uh, téma akár pontosan az egészségügyi szektorban, ahol még inkább szükség lenne a szakképzettekre, az Zimbabwe-nek az esete, um, amelyre a, a múlt alkalommal is utaltam, amely egyébként, hát, sajnálatos módon több ezer nővérének az elvándorlását élte meg az elmúlt évtizedben. És hát ezek a nővérek az Egyesült Királyságban azonnal találtak munkát. Viszont nagyon nagy szükség lenne rájuk egyébként a saját országukban is. Tehát valójában ezeknek a kapacitásoknak, humán erőforrás, infrastruktúrális kapacitásoknak a kifejlesztése, a megerősítése az egyik legkritikusabb pontja az összes ilyen ö, humán bizonytalansági kérdésnek. <kül> a malária egyértelműen a gyermekek Uh, két, az öt év alatti gyermekeket érinti leginkább Afrika szerte, az egyik legsúlyosabb uh, halálozási arányt mutatja az afrikai kontinens uh, az egész világon e tekintetben, és, és, amire hát az elmúlt időszakban leginkább felkaptuk a fejünket időről időre, az egyértelműen az ebola vírushoz kötődő um, Mindenféle kitörések és azoknak a, a nem elégséges kezelése, <coughs> megint csak egyébként kapacitás hiányhoz kötődő módon leginkább. Illetve a háttérben látjuk például az ebből a terjedését illetően azt, hogy nagyon fontos lesz megértenünk a tradicionalitást, nagyon fontos lesz azt megértenünk, hogy mi történik például akkor, amikor egy személy egy helyi közösségben elhalálozik és a helyi közösség hogyan gondolkodik aztán az elhunytról. Gondolkodik és gondoskodik. És ténylegesen arról van szó, hogy akár az ebola esetében, akár más ilyen típusú fertőzöttség tekintetében az egyik legfontosabb probléma az lesz, hogy a tradíciókon túl nem fogadnak el nagyon sok esetben megoldási javaslatokat. A tradíciók pedig arról szólnak, hogy az elhunyt még mindig napokig akár bent marad a közösségben, a közösségbe beérkeznek mások, mindenféle egyébként fizikai kontaktra kerül sor, és rögtön terjed tovább ez a probléma. Nincs izolálás, nincs megállítás e tekintetben. Sőt, akár az ebolánál külön ki lehet emelni, erről nagyon sok tudósítás beszámolt már, és dokumentum született erről, hogy bizony a megkérdezettek közül, a helyi megkérdezettek közül nagyon sokan vélekedtek úgy, hogy valójában az ebola az egy átok. Tehát igazából nem is egy betegség, hanem egy átok. Tehát a felfogásban nem az szerepül, hogy, nem az szerepül, hogy egy vírus okozta nagyon súlyos, nagyon gyors lefolyású betegség, halálos kimenetelű betegség, hanem az, hogy egy átok hogyha ez a felfogás dominálja a helyi közösségek jelentős részét gondolkodásban, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mi lesz majd erre a megoldási javaslat. Nem az lesz a megoldási javaslat, hogy akkor a kórház majd megoldja meg az orvos, hanem majd el fog menni a helyi javasasszonyhoz a faluban, aki majd valamilyen helyi uh, kuruzslást uh, rámenged, és leveszi rólam az átkot. <kül> Egyáltalán nem akarom ezt, ezt degradálni, ezt a gondolkodást. Fél percre sem. Ez egy tény. Azt szeretném jelezni, hogy ez a tradicionális hiedelem világ dominálja a gondolkodást. És hogyha ez így van, akkor nagyon nagy, nagyon nagy a feladat. Hogyan lehet megoldani, megállítani egyebből a kitöréssel járó terjedést? Hogyan lehet az embereket bekényszeríteni egyébként mondjuk a kórházakba? És bocsánat, bentartani őket. Mert nagyon sok tudósítás arról szólt, hogy bevittek valakit a kórházba, kigurott az ablakon és hazament. Ez egy, ez egy nagyon súlyos ügy ilyen szempontból az értelmezésünk tekintetében. Az egyik legutolsó ilyen kitörés, amit én alaposabban megnéztem, majd mindjárt mondom, hogy pontosan miért miért is, az a 2014-es nyugat-afrikai ebola kitörés volt. És itt látjuk jól, hogy elég gyorsan egyébként eszkalálódott a problémában a három országban, Gínában, leone Leonében és Libériában, de egyébként számos egyéb országot is érintett a különböző mozgások okán, értelemszerűen. Aztán egyébként a nemzetközi közösség nagyon hathatós bekapcsolódásával lehetett visszafogni ezt a, ezt a terjedést. Ami miatt leginkább ez a legutolsó kitörés érdekelt, az pontosan egy szám, amit most nem fog bemutatni, de majd lehet, hogy a, az előadás linkjéhez megosztjuk ezt a zeneszámot. Ugyanis összefogtak az ikonikus afrikai zenészek, és egy számot írtak látjuk a szám címét, Afrika állítsd meg, vagy állítsa meg az ebolát. Összefogásról beszélnek ők, összefogásról énekelnek ők, egy végtelenül didaktikus módon. Nagyon egyszerű az üzenet. Az üzenetben az van, bíz a doktorban, menj el a kórházba, bíz az orvosban, ne fogdos meg senkit, próbálj meg tartózkodni a tradicionális kontaktusoktól, bíz az orvosban, menj el, és ezzel ezt a láthatatlan ellenséget le tudod küzdeni, le tudjuk küzdeni, különösen, hogyha velünk van Mama Afrika. Mert a Mama Afrika az egy szimbólum. Egyszerűen az anyaföld anyassága, amely átölel mindent és mindenkit, egyfajta védelmet nyújthat. De ez az összefogást igényli, és az összefogást fogja egyébként tovább erősíteni. Két ikonikus uh, zenészt látunk itt, uh, Tikenja Fakorit és Salif Kejtát, egy elefántcsontparti parti születésű, illetve egy mali születésű uh, ikonikus zenészt. Ők írják ezt a dalt, és ők éneklik el egy tucatnyi nyelven, ráadásul végtelen egyszerű üzenetet átadva a, a, a helyi lakosságnak. És sokkal, sokkal inkább célba ért ez az üzenet, mert az emberek azáltal, hogy ők bennük bíznak, jobban bíznak, mint a politikusban egyébként, hogy, hogy nem, uh, ott is, itt is. Um, hát azt mondták, hogy ha Salif Kejt erről énekel, akkor be van valami. Akkor lehet, hogy ebben van valami, és akkor higgyük ezt el. Um, valószínűleg ez is hozzájárulhatott ahhoz, de sokkal inkább egyébként a nemzetközi közösség ténylegesen hathatós összefogása, hogy vissza lehetett aztán szorítani ezt, a, ezt az a problématikát. Említettem itt több uh, további szállat, és ezeket sem szeretném azért csak úgy bedobni és elhagyni két témát fogok itt majd megragadni. Az egyik egy olyan eset Kenyában, amelyhez kötődik egyébként Pécsis és a Pécsi Tudomány Egyetem is, illetve aztán pedig ezt tovább húzom abba az irányba, ami a Mama Afrikáról szól, tehát tényleg a nők szerepe egyébként akár ilyen konfliktus helyzetek, vagy általában a humán biztonság területén. Uh, itt vagyunk, ebben a városban, Eldoret városában, ez az egyik legnagyobb kenyai város. Ugye látjuk, hogy Nairobi itt a belső területen található, mint főváros, a második legnagyobb uh, szívcentrum város egyébként Mombasa, a tengerparton, hasonlóan a Tanzán esetnél Dodoma és Dar es esetében, és Eldoret városa az, amiről most szó esik. Eldoret városában uh, egy moi elnevezésű gyakorló kórház volt a partnerünk éveken keresztül, és a következő képen látható ugyan háttal nekünk Ternák Gábor professzor az, aki menedzselte ezt a kapcsolatrendszert éveken keresztül. A kapcsolat arról szólt, hogy kenyai, szlovákiai és magyar összefogással egy kis klinikát üzemeltettünk valójában a helyi egyház egyébként szerepvállalásával. Pécsről érkeztek ki hónapokra Fiatal orvosok, orvosok dolgozni, és Szlovákiából pedig nővérek. Illetve a kenyai kormányzat, illetve ez a gyakorló kórház vállalt szerepet, hogy abban a nyomor negyedben, ahol ez a kis klinika működött, ott ténylegesen napi szinten több száz esetet képesek legyünk ellátni. Ö, maga a város egyébként egy ö, urban, urbanizált környezet egyértelműen mutatok pár képet róla, teljesen jól látható módon ott vannak a. A belvárosi részek, ott vannak azok a, a, az egyébként szegregátumok, amelyek a külvárosokban találhatók, az utcazenészektől egészen a volt brit ö, gyarmatosító telepes sajt készítő üzeméig bezárólag. Egyébként az itt dolgozók nagyon-nagyon büszkék, hogy itt dolgozhatnak, és megfelelően jó fizetést is kapnak, és egy nagyon remek terméket állítanak elő, mind a sajtok, mind egyéb ter termékek tekintetében. Tehát ez a, ez a mindennapi forgatag, ez a valóság igazából, ami ebben a városban is megtalálható. Például a jobboldali hölgy nagyon-nagyon szerette volna nekünk eladni ezt a két kakast. Mondtuk neki, hogy hát azért most mi ezt nem vinnénk el, mert nem tudunk velük mit kezdeni, de azt mondták, nem baj, akkor csak az egyiket vigyük el. Mondtuk jó, de hát azt se szeretnénk. És akkor mondták, jó, akkor vigyünk legalább egy fürd banánt, vagy valamit, tehát hogy valami legyen, de inkább a kakasokat vigyük el, mert az, az sokkal jobb lesz. Ha valakinek egyébként ezekben a Kontextusokban mondjuk lerobban a teherautója, akkor pillanatokon belül azonnal megfixálják nekik az út mentén. És ez tényleg nálunk is így volt, nem teherautónk egy kis dzsipünk volt, és hát a rugójával volt valami baj. Azt mondta a kolléga, semmi gond, alácsúszott, és elővett egy ilyen damilt, vagy én nem is tudom, egy ilyen erősebb ilyen kábelt, amivel átkötötte ezeket a rugókat. Mi elég meredeken néztük, hogy tényleg, ez így így jó, és azt mondtam, ez az remek lesz megoldódik a probléma. Így is volt, odaértünk a rektorhoz, úgyhogy meg tudtuk, meg tudtuk oldani tényleg. Tehát itt mindenki mindent megold egyébként az embernek, és miközben tényleg erről beszélünk az urbánus környezetekről, ez például egy óriási szeméttelep, ahol ők itt élnek konkrétan. De valójában, amiről itt igazából ebben a városban is szó kell, hogy essen, az a nők szerepel a nők szerepének a fontossága a fejlődés hát, menedzselésében, és a humán biztonság, a humán biztonság fogalmát illetően. Tehát hogyan tudjuk elképzelni, hogy mondjuk ezekben a családokban, környezetekben, kontextusokban ott van az étel, ténylegesen ott van a víz, van-e biztonságosan elérhető víz például, és ezek honnan kerülnek be a családokba? Az esetek jelentős részében a nőknek köszönhetően akik például, és itt számos képet mutatok az utak mentén különböző országokból, hordják haza a tűzifát, viszik már kisgyermekkoruk óta a vizet, Kilométerekről egyébként tényleg hordják haza a vizet, főzik otthon a fufut, miközben egyébként hát nők, hanem egyszerűen ténylegesen szeretnek szépen öltözködni, kifesteni a lábkörmüket, és így tovább, megélni azt tényleg, ami, ami valójában a, a nőiességükből fakad. Egyébként a piacon eladni mondjuk a pálmaolajat, vagy például a halpiacon éppen kipucolni egy halat, ami most érkezett be. Um, és ténylegesen az otthonokat ö, ilyen értelemben melegen tartani, ha ezt lehet így mondani, tehát ténylegesen azt a biztonságot megadni, amire szükség van. Egyre fontosabb a nők jelenléte a politikai életben, a társadalom menedzsmentjét illetően, és egyre több helyen látjuk azt, hogy a szerepvállalásukon nagyon sok esetben múlnak humánbiztonsági tényezők pozitív értelemben. Ehhez pedig az kell, hogy például az oktatásban minél többen be tudjanak kapcsolódni. Nagyon hosszú ideig, pont a tradicionális szerepekből fakadóan, a lányok nem járhattak iskolába, vagy nem volt az ösztönözve, hogy iskolába járjanak, nem volt megengedve, hogy iskolába járjanak, és az elmúlt évtizedek különböző változásai, politikai, gazdasági, modernizációs változásai, igényei ténylegesen. Megadják azt a lehetőséget, hogy egyre több lány is járhasson iskolába. Ez például egy ruandai iskolában készült felvétel, azért érdekes, mert ez az, ez az egyetlen olyan kis kis területe, kis kerülete valójában a fővárosnak Kigalinak, amely egy muszlim negyed, és egy muszlim iskolában vagyunk. Itt már egy másik hasonló iskolában vagyunk, de Tanzániában, és itt pedig átugrunk Kinshasa fővárosába, Kongóba, ahol egyébként egy magyar alapítvány által most már több mint 10 éve, 15 éve, bocsánat, menedzselt helyi iskolát tartunk fenn. 750-en járnak ide helyi gyerekek, illetve egy árvaház van az iskola másik oldalán és itt például az itt tanuló lányok plusz még további szakképzéshez is hozzájuthatnak, például a vendéglátóipari fogásokat elsajátíthatják, stb. Már az egyetemen is egyre többen tanulhatnak lányok, és itt most a Salami Egyetemen vagyunk néhány évvel ezelőtt, ahol természetesen nagyon örül mindenki, amikor megszerzi a diplomáját. Igazából sok esetben tehát azt látjuk, hogy ha belegondolunk ebbe a, 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 a nagyon összetett bizonytalansági ö, rendszerbe, ö, rendszertelenségbe, akkor tényleg sok kihívást látunk. Ha ezt lehúzzuk most mondjuk az egészségügyi rendszerre, akkor például Egyértelműen látunk vezetői hiányosságokat, rendszer szintű problémákat, szanitációs hiányokat, hiányosságokat, például e tekintetben a magyar Mártai szeretett szolgálat, óriási ö, szolgálatot ö, teljesít egyébként Kelet-Afrika szerte is, mert szanitációs központokat épített föl az elmúlt 15 évben a különböző nyomor negyedekben Afrika szerte is. Ö, ott van a szakképzett munkaerőhiány, ugye erre utaltam például az elvándolás tekintetében a Zimbabwei nővéreknél, ott van a teljesen a mindennapi valóságokat átölelő korrupció, ami egyébként nem is teszi lehetővé a megfelelő finanszírozottságot sem, de eleve nincsen megfelelő mennyiségű befektetés, például az egészségügyi szektorban, amely azt eredményezhetné, hogy egy, egy, sokkal kiterjedtebb és, és reakciók készségében is erősebb rendszer jöhessen létre. És mindvégig ott marad a háttérben, a globális térben az a fajta asszimetria, amivel kezdtem egy elképesztő globális aránytalanság, amely legutóbb a COVID 19-es járvány kezelése tekintetében jelentkezett. Vége volt a 90-es évekre a kétpolusú világnak. Megszűnt ez a kelet-nyugat ellentét, mindenki így gondolta. Tehát geopolitikai értelemben ez a verseny, ez, ez ott véget ért. Aztán eljutottunk 2010-es évek végére, 20-as évek elejére, megjelent egy globális pandémia, és valójában egy új fajta háború alakult ki. Egy új újfajta szembenállás kelet és nyugat között. Hát gondoljunk bele a vakcinákba. Van a nyugati vakcina, meg a keleti vakcina. Az egyiket itt fogadják el, a másikat ott fogadják el. Az egyik itt lesz jó, a másik ott lesz jó. Az egyikhez itt lehet könnyebben hozzáférni, a másik az ott lehet. De közben szigorítás ezen az oldalon, a másik oldalon. Egy egészen elképesztő szembenállás alakult ki az elmúlt néhány évben. Miközben miről szólna a történet? Közösen össze kéne fogni, hogy megoldódjon a probléma és mindenféle nemzeti és mindenféle egyéb érdek mentén egy új hidegháború fellege jött fölénk valójában. És ennek a leginkább kárvalótja például az afrikai kontinens volt. Nem tudott hozzáférni, képzeljék el, hosszú hónapokig szinte egyik afrikai ország sem az a, a vakcinákhoz. Pedig jelentkezett, Marokko jelentkezett, nekem ne adjátok, én megveszem. Megvehetem? Jó, de nincs annyi. Miért nincs? Mert ugye a nyugat az magára fókuszált, meg mindenki magára fókuszált első körben. Hozzáférés kérdése tehát. Technológia kérdése, gyártási kapacitás kérdése, tárolási kapacitás kérdése, ez mind-mind jelentkezett rögtön, és rögtön politikai játszmákról láttunk tanúbizonyságot megint, és megint Afrika kárvallótként jelentkezett, és jelent meg ebben a térben nagyon sajnálatos módon. Az elmúlt időszakban felpörögtek azért a folyamatok. A levedlet vakcinákat, amiket nem használtunk el, azt megkapták ők, megvehették. Sőt, beindult a COVAX nevű mechanizmus, amely egyébként Afrikának is nagyon jelentős vakcinadagokat adományozott. Egyébként ebben például legelső körben a kínaiak jártak élem. Megint csak Afrika tekintetében külpolitikájuk tényleg egy prioritása az afrikai kapcsolatrendszer fejlesztése. Legelsőként ők reagáltak, egyrészt ők adtak adományokat, másrészt pedig ők adtak el vakcinákat például az afrikaiaknak. És egy kitüntetett ország lesz Tanzánia, és azzal fogom igazából majd így lekerekíteni a mondani valómat mert hogy ebben a, képletben azért voltak olyan országok, amelyek úgy nem találták a helyüket, hagyd mondjam ezt ilyen nagyon diplomatikusan. Egyértelműen itt a politikai vezetőkről beszélek, és a kormányzatokról elsősorban, nem pedig a helyekről. Bár az össze fog függeni, hogy mit hall az ember a politikai kommunikációban. És ugyanaz előbb mondtam, hogy inkább hisznek a zenésznek, mint a politikusnak, de mégsem tudjuk azt figyelmen kívül hagyni, hogy egyébként a tévéből, a rádióból, az újságokból mi folyik feléjük. Amit lehet látni, ez egy viszonylag friss adat egyébként, ráadásul egy afrikai adat, és ez fontos lesz. Annak ellenére, hogy azt szoktuk mondani, hogy az afrikai adatkultúra az meglehetősen gyenge vagy hadilában áll, mert hogy nem biztos, hogy úgy gyűjtik be, nem biztos, hogy úgy használják fel, nem biztos, hogy úgy igaz, ahogy mondják, mindegy is. Egyre inkább kifinomult egyébként ezen adatoknak és statisztikáknak a, 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 a kialakítása. <kül> és itt azt látjuk, hogy valójában ténylegesen Hogyha a teljes populációra vetítjük azt, hogy mennyire vakcinált az adott társadalom, az adott ország, akkor rengeteg helyen van még mindig borzasztó sok kérdőjel és kivetnivaló, kívánnivaló a tekintetben, hogy folytatódjon ténylegesen az oltások sora. Tanzán példa tehát, és ezzel szeretném majd aztán zárni. Volt Tanzán elnöknek kell őt titulálnom, Magufuliról, dr. Magufuliról beszélek. Egyfelől azért, mert tényleg ő már a terminusa felé közeledett, tehát ténylegesen ilyen értelemben ex de másfelől pedig hát, az élők sorát is elhagyta nem tudjuk megmondani, hogy miért, nem, nem mondták meg miért, azt mondják, hogy valamilyen szív probléma okozta végül is a halálát. Ő volt talán az egyik legvírus legvírustagadóbb államférfi a vezető a világon, aki azt mondta, hogy igazából itt nincs is semmiféle vírus, hanem ténylegesen ez valamilyen átok, amire már utaltam, amely ellen tényleg úgy tudunk hatni, és a megoldást azt adhatja, hogy elmegyünk és imádkozunk, illetve egy ilyen citrom-gyömbér mixtúrát alkalmazunk, és akkor ez az egész eltűnik, és hús itt sincs már. Aztán, amikor az egyik alelnöke <coughs> Zanzibár szigetéről, <coughs> bocsánat, COVID-ban elhunyt, akkor ott már fölvetődött a probléma, hogy lehet, hogy ez nem biztos, hogy az átok, de még mindig lehet, hogy az a kategória. Üm, és igazából ott már a WHO is közbelépett, és, és tényleg a nemzetközi közösség szintén. A következő szlájd megint angol nyelvű lesz, mert az eredeti szöveget akartam kiemelni, és majd elmondom a jelentését egyértelműen. Azt mondta ebben a beszédében az elnök, hogy valójában a vakcinák azok veszélyesek. Illetve azt mondta, hogy nehogy azt gondoljuk, hogy a külföldről beérkező bármiféle segítség mögött nincsenek kiszámított érdekek. Az elsődleges, amire utalt, az az, hogy például a mi országunk is, de általában Afrika is, nagyon gazdag nyersanyagokban, mindenféle kincsekben, és erre nagyon féltékenyek egyébként a külső szereplők. Tehát nekünk nagyon oda kell figyelnünk, hogy kivel milyen kapcsolatot létesítünk ilyen formán. Aztán eltűnt a politikai palettáról és az élők sorából is Magufuli elnök, és az ő másik alelnöke, egy hölgy vette át az elnöki széket, Számia elnök asszony, aki már másnap egy teljesen más kommunikációt indított el, és egyértelműen felhívta a lakosság figyelmét a veszélyre. Innentől számítódik tehát valójában az elmúlt egy év során. Egy nagyon markáns fordulat tanzánia életében is, egyre több egyébként az oltottak száma, egyre több dealt kötnek meg a Tanzán kormányzati szereplők is Kínával, Amerikával, az, egy, az európaiakkal, és ténylegesen azokra a védekezési mechanizmusokra fókuszáltak, amelyekre szükség volt egyébként a világban mindenhol. Tehát valójában egy 180 fokos fordulatot élt meg. Ilyen értelemben is az összes tudósítás erről szólt. Ugye ez a, ez a kép azt mutatja, hogy ő hogyan oltatja be magát egyébként abszolút demonstratíve a televízión keresztül például. Valójában, ami zárszóként, vagy nagyon-nagyon hát egyszerű összefoglalásként megfog, megfogható talán mindezen elmondottakhoz kapcsolódóan, az az, hogy ha ezeket a biztonsági kérdéseket vizsgáljuk, <coughs> ezeket a bizonytalansági ügyeket próbáljuk megérteni, akkor a háttérben egy, egy nagyon sok szereplős, nagyon sok dimenziós összetettséget fogunk megtalálni. És ezekhez az értelmezésekhez szükséges türelem. Egyrészt, mert meg kell tudnunk azt érteni, hogy ott van egy csomó, Belpolitikai, külpolitikai kérdés, gazdasági kérdés, a globális egyenlőtlenségek ügye. Egyébként ténylegesen az egész földet behálózó, összefüggő biztonsági kérdések sokassága, a kockázatok, hogyan lehet ezeket kezelni. Biztos, hogy az együttműködésre szükséges figyelni, de miközben arra figyelünk, egyértelműen látjuk, hogy ott vannak a nemzeti érdekek, ott van egyébként. A, egy Egyfajta új hulláma és megerősödése a különböző nacionalista politikáknak, tehát óriási nehézségbe ütközik például a transznacionális együttműködés létrehozása. És mindeközben pedig a, a, a különböző gazdasági és egyéb környezeti fenntarthatósági kérdések tetézik ezeket a biztonsági vagy bizonytalansági ügyeket. Hát nagy, nagy, nagy futam talán ennek a témának így a, az ilyetén való áttekintése. Remélem, hogy nem fáradtak le nagyon. Nagyon szépen köszönöm a figyelmét mindenkinek, és várjuk Önöket vissza az idei évi utolsó szabad egyetemi előadásunkra is, amelyet december 1-én fogunk tartani. Egyiptomba visszük el Önöket, Ripple King a kollégánk segítségével, ugyanitt a Művészetek Házában, illetve az interneten keresztül. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.